Általában készítesz-e magadról szelfit, amikor kiöltözöl? Na de azért, Bandi, ne na de, hát már. Te beszélsz a szelfi készítéséről nekem? Hát igen, igen, igen. Na, bocsánat, hát igen, tényleg. Na várj, de nem a kiöltözés. Nem, de én most egyébként, a kiöltözés. Én tükörbe megnézem magam, nem készítek selfit. Látom a tükörbe, jobban látom magam, mint egy selfie. Nem az a kérdés, csinálsz egy magadról egy képet, hogy de jól nézek ki? Nem, hát, ne, de nem látom. Bandi, ne hogy mondod? Mi vagy? Szeretném csak az arcomat látom. Abban, hogy ne csinálj magadról selfit. Te mondod. Tehát minden állapotodban csinálsz magadról. Van Mercedes mondani nekem? Nézzük vissza a Facebook Insta profilomat. Mind a kettő ismerősöm, mind a Kristóf tényleg sokkal több selfie-t csinál, ne haragudj már. Melyiknek hiszünk? Hát én megnézem magam a tükörben, hát ott látom magam a nézőt. Ő nem úgy éli meg, hogy azért készíti a selfie-t, nem, mert nem jól néz ki, mert ő ki se jön a lakásról. Teljes önképzavara van a csonkának, hát nem veszedek észre. Szóval kikérem magamnak ezt a hazugságot. Ő nincs is a social médiában, ő találta ki. De a selfie nekem, mellettem mindig van valaki, most például ti voltatok a selfie-re, amit itt külön csináltunk. Embere van, aki selfie-t csinál róla. Ez nem selfie. És te csinálsz? Persze, hogy csinálok, hát mindenféle kérdés. Hát ő egy egész YouTube csatornát épít fel a selfie-re. Én YouTube csatornát építek, így de van. Én azt gondolom, ez nagyon helyes, ezt így kell csinálni. Jó, tehát, rendben mert legyen büszke és csináljon. Mártánál egyébként egy édesebb, lojálisabb ember ilyen szempontból nincsen. Egyébként ezt komolyan mondom, tehát az is egy csodálatos dolog, hogyha valaki elmegy hozzá tanácsot kérni, öltözködését, vagy akár egyebet. Bármit, vagy akár egyebet. Mindig úgy tud eljönni, hogy jobb érzése van, szóval Márta egy csodálatos személyiség. Hát kivéve azt, akire azt mondta, hogy a szemöldöke borzalmasan áll, ugye hát azok az megszökött, de az jó, már rég volt. Már is, az rég meg volt. Őket még nem ismerem. Tehát, hogy meg már gyakorlom meg nagyon volt. Erősen, hogy már... Az önuralmat a kontrollt. Igen, nagyon nehéz. Na jó, szóval ebből most a bandit kizártuk ebből. Ne arra, hogy ez neve, de tényleg bizonyítékaim vannak, hogy én nem csak szervezem. Jézusom, ki van! Jézusom, de valóban, mert mindig szervez maga köré rajongó tábor, csoportképet készít. Vagy pedig kollégákkal. Meg olvasta a újságban, hogyha több ember van a képen, akkor ugye annak több a követője, betegelés, akkor az a tegelés. Nagyon komoly vagy.